és vasútépítő vállalat 1971 óta végez réseléses alapozást. A kísérleti jellegű munka tapasztalatait felhasználva a vállalat mély alapozó szervezetet hozott létre. A műszaki fejlesztés keretében folyamatosan kialakított rés alapozó gépláncnak Poklen hidraulikus kotró a vezérgépe. Jelenleg egy darab GC120-as és három darab Y80-as kotró, rés-iszap keverő berendezés, korszerű zagytisztító gépegység, mixer töltőtelep és Rába alvázra szerelt Mulder betonszállító mixerkocsik képezik a szervezet gépparkját. A mély alapozók Budapesten és vidéken különböző építmények réseléses alapozását végzik, sok esetben igen nehéz munkakörülmények között, ami természetes velejárója az általában nem látványos mélyépítő tevékenységnek. Mi a rés? A rés valamilyen markológéppel a talajban víztelenítés és ducolás nélkül kialakított üreg, amelynek falait mélyépítés közben rés-iszap védi meg a kagylósodástól. A rés betonnal vagy talajbetonnal kitöltve alkalmas szivárgásgátló, vízzáró és teherviselő falak, valamint mindezek tulajdonságát egyesítő létesítmények készítésére. A rés lehetővé teszi pillérek, táblák vagy egymásba kapcsolódó táblákból folyamatos teherhordó és támfalak, illetve vízzáró függönyök készítését. A függönyfal a réskitöltő anyag összetételétől függően alkalmas, talajvízmentes munkaterületek kialakítására és közvetlen élővizek kizárására is. Az út- és vasútépítő vállalat kivitelezésében a rések különböző típusú és teljesítményű hidraulikus poklenkotróval készülnek maximálisan 13 méter mélységig, a változó résmélységek kialakításához szükséges markolószártoldatokkal és markolókanalakkal. A markolókanalakkal maximálisan 120 cm kör alaprajzú és 200x90 cm téglalap alaprajzú réskeresztmetszetek alakíthatók ki. A réskeresztmetszetek rendeltetésüktől függően egyedi vagy összefüggő alakzatban készíthető. A réseléses technológia továbbfejlesztését fogja szolgálni az SC150K típusú kotró üzembeállítása. A Kelly rendszerű mélymarkoló 24-től 30 méter mélységig résel. Az utóbbi 4 évben megépített pillérszerű alaptestekről, pince és teherhordó falakról készített táblázat szerint a réselés elsősorban városban, lakóépületek pillér alapozása felé tolódott el. Ezzel a technológiával nagy teherbírású pilléreket lehet előállítani nagy gyorsasággal, káros dinamikus hatások nélkül és a megengedett zajszinten belül. A réspilléres mély alapozás munkaterülete jelenleg a józsefvárosi rekonstrukciós lakótelep, ahol a 4. és 5. tervidőszakban közel 2000 lakás készül. A tervezett épületek 10 emeletnél magasabbak lesznek, de egyesek a 17 emeletet is elérik. A résfalak teherbírását jelentős mértékben befolyásolják a talajfizikai jellemzők, ezért az alapozás megkezdése előtt próbaterhelést végeznek. A terhelőhidat a hagyományos terhelőszekrényes megoldással ellentétben kengyelekkel rögzítik a lehorgonyzó táblákhoz. Különleges esetben a pillértestben is történik feszültségmérés, ilyenkor a mérőcellákat előre beépítik. A mérőcellák kábeleit kivezetik és a felszínen csatlakoztatják a feszültségmérő műszerhez. A terhelést 40-50 megaponttal lépcsőzetesen növelik és lehetőség szerint talajtörésig fokozzák. Thank you.
Az elrendezési vázlaton jól követhetők a próbaterhelés egyes mozzanatai. Az egyenletes teherelosztást a sajtó és pillértest között teherelosztó lemez biztosítja. Józsefvárosban például a terhelés első szakaszában körülbelül 250 megapontos terhelésig a réstáblák néhány millimétert, a második szakaszban 450 megapontos terhelésnél 1-2 centimétert süllyedtek. Terhelés közben nem csak a kísérleti pillér süllyedését, hanem a kiváltó gerenda alakváltozását és a lehorgonyzó táblák mozgását is figyelemmel kísérik. A mozgásokat elmozdulásmérő órával és geodéziai műszerekkel ellenőrzik. A kísérleti résfal terhelés által nyert adatok vagy igazolják, vagy módosítják a tervezés során számított méreteket. A földmérő és talajvizsgáló vállalat közreműködésével végzett mérések eredményeiről tájékoztatják a KGST illetékes szekcióját is, amely nemzetközi együttműködés keretében elhatározta a különböző talajokba épített résfalak teherbíró képességének széleskörű vizsgálatát. A talajmechanikai feltárások figyelembevételével még a réselési munka megkezdése előtt laboratóriumi vizsgálatokkal kell megállapítani a résiszap minőségét, mert minden talajhoz más összetételű résiszap szükséges. A laboratóriumi körülmények között jól megfigyelhető a szilárd anyagok leülepedése. A talajszemcsék munka közben kerülnek a résiszapba, és leülepedve a rés alján laz réteget képeznek, amely a rátelepülő betonpillér terhelése után összenyomódik, és nagymértékű süllyedést okozhat. A laboratóriumi munkák célja ennek a káros hatásnak kiküszöbölése. A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a réselés megkezdése előtt 24 órával elkészítik a résiszapot. A hazai bentonitból előállított és kellően kezelt résiszap kielégíti a rés mélyítéséhez szükséges fizikai és kémiai követelményeket. Miután az iszap bekerül a résbe, behatol a talaj hézagaiba, ott a surlódó erő hatására sebessége lecsökken, tixotróp tulajdonsága következtében megkocsonyásodik, és a hézagokat eltömi. Ezen kívül a résfalán vékony bentonit filmréteg képződik, amely a hidrosztatikai túlnyomás és a fajsúly többlet következtében megakadályozza a talajvíz beáramlását, valamint a résiszap veszteségét is csökkenti. A filmképződés jól megfigyelhető ezen a fényképen, amely egy laboratóriumi körülmények között készült résfal szelvényét ábrázolja. Munka közben a résiszabba sok talajszemcse keveredik. Ennek csak egy része ülepedik le, jelentős része tovább lebeg az iszabban és rontja annak filmképző képességét. A nem megfelelő tulajdonságú résiszap használata azonban káros, ezért a szükséges minőség és gazdaságosság biztosítása érdekében az iszapot állandóan tisztítani kell. Erre a célra hidrociklonos zagytisztító berendezést üzemeltetnek. A berendezés főegységei a szívó és gyűjtő tartály a durva anyag leválasztó rostával, a kavics leválasztó a homok leválasztó ciklon és a tisztított résiszap tároló tartály. Hidrociklonos iszaptisztítással a résiszap a megkívánt állapotban tartható és többször felhasználható. A réstisztító berendezés üzemeltetése elsősorban városi munkahelyeken indokolt, ahol térhiány miatt ülepítés nem alkalmazható. A résiszap minőségét munkaközben a helyszínen is ellenőrizni kell. Folyamatosan mérik a fajsúlyt, és a folyási ellenállást. A kémiai szennyeződést a lakmuszpapír elszíneződése jelzi.
A betonozás megkezdése előtt a rés alját szivattyú vagy a réselőgép segítségével ki kell tisztítani. Alapelv, inkább többletmunkát végezni, mint laza altalajra dolgozni. A cél az, hogy a réspillér vagy résfal minden esetben a termett talajra kerüljön. Az armatúrát a kitisztított résbe daru segítségével helyezik el. Az armatúra után beemelik a betonozó csövet. A rés beomlását el kell kerülni, ezért a betonozást haladéktalanul meg kell kezdeni és gondosan kell végrehajtani. Az első betonadagnak nagy tömegben és nagy sebességgel kell a betonozócsőbe jutnia, hogy kiszorítsa a résiszapot. A munka folyamatosságát a rés tömegétől függő és a szükséges számú betonmixerrel biztosítják. Az emelkedő beton fokozatosan kiszorítja a résiszapot, amely a pillér felső rétegében keveredik a betonnal, és terhelés szempontjából alkalmatlanná teszi. Ezt a réteget el kell távolítani, le kell vésni. A 10 méternél mélyebb réseknél ajánlatos minden pillér minőségét megvizsgálni az FTV által kidolgozott izotópos vizsgálattal. A vizsgálathoz a réspillérbe vagy falba egy alul zárt csövet betonoznak be. Ezen keresztül engedik le a vizsgáló szondát, amelyben izotóp sugárforrás van elhelyezve. A szondában Geiger-Müller készülék méri a visszaverődő fotonokat. A visszaverődő részecskék száma a beton tömörségétől függ, amelyből a szilárdságra lehet következtetni. A grafikon végső szakasza különösen jól szemlélteti a talaj és beton tömörsége közötti különbséget. A résfalas kivitelezés, mint már említettük, az épület alapozásánál terjedt el legjobban. Az út- és vasútépítő vállalat tevékenységének is ez az alapozási mód az egyik fő területe. Az utóbbi években végzett munkák is igazolják ennek az alapozási módnak széleskörű alkalmazási lehetőségeit. Az eddigi tapasztalatok szerint ez az alapozási mód gazdaságosan alkalmazható, ha talajvíz van jelen, ha a teherhordó réteg mélyen található, ha a terhelés különleges igényeket támaszt, vagy ha az épület alatt vízzáró pinceteret kell kiképezni. Budapesten 1974-ben Kőbányán és Józsefvárosban több lakóépület, másutt távbeszélő központ, tanúszoda. És a Skála szövetkezeti nagyáruház készült, illetve készül az út- és vasútépítő vállalat által épített rés alapokra. Helyő Csabán az ország egyik leghosszabb szállítópályájának pillérei szintén rés alapokra épültek. A Helyő Csabai cement és mészmű rekonstrukciója során épült vagonbuktató és agyagfogadó a térszint alatti belső tér kialakítására jellemző példa. A magas talajvíz, a dinamikus hatások elkerülésére való törekvés és a szűk munkaterület miatt a réselési technológiát kellett alkalmazni. A résfal tervezett 14 méter 40 cm-es mélységig történő kialakítását a munkaszint célszerű süllyesztésével érték el. Sajó-Szentpéteren a közúti felüljáró pillérei, Óbudán egy üzletközpont vízzáró fala, és Péten a nitrogénművek egyik raktárának pincetere is rés alapozással készült.
A pincetér mélysége kihorgonyzással fokozható. Ez a technológia külföldön már jól ismert. Az építés menete a következő. A résfal megszilárdulása után a belső oldalon kiemelik a földet, és szintenként beépítik a horgonyokat. Az út- és vasútépítő vállalat a horgonyfurat kialakításához Atlas Copco furóberendezés üzembeállítását tervezi, amellyel 5 coll átmérőjű furat készíthető. A legegyszerűbb horgonyzási technológia szerint a béléscsővel kialakított furatban elhelyezik a tömör horgonyrudat, majd kiinjektálják. Igen fontos a szabad horgonyszár korrózió védelme. Erre a célra jól alkalmazhatók a műgyanták. A bekötő anyag szilárdulása után a horgonyrudat feszültség alá helyezik. Sziklatalajban a kihorgonyzó szerkezet, más talajban a talajfizikai jellemzők szabják meg a kihorgonyzó erő nagyságát. Az egyes talajnemekre vonatkozó adatokat szemlélteti ez a táblázat. Gyógyvizeink jobb kihasználása érdekében kormányunk 1972-ben elhatározta gyógyszállók építését. E program keretében a SZÖV-terv és az FTV tervei alapján a középületépítő és az út- és vasútépítő vállalat kivitelezésében a Margit-szigeten egy 200 szobás szálló és gyógyfürdő építését kezdte meg. A gyógyszálló az egykori Íbl fürdőhelyén épül. A fürdő alapjait szakaszos robbantással távolították el. Az épület alaprajzi elrendezésénél figyelembe kellett venni a Margit-sziget parkjellegét és az ott lévő évtizedes át nem telepíthető értékes fák megmentését. A munkatér résfalas körülzárásának kombinációs terve szerint a réskitöltő anyag a szálló nyugati oldalán vasbeton, amely támfalként működve védi meg a fákat. A folyamatos vasbeton résfal készítése táblánként szakaszosan történik. Az egyes réstáblák mélyítését 3 fázisban végzik. A táblák közötti vízzáró csatlakoztatást horonyképző szakaszoló csövekkel biztosítják. A résmélyítést egy tábla kihagyásával a harmadik tábla kiemelésével folytatják. Az első táblában közben elhelyezik az armatúrát és a betonozó csövet, majd a rést kitöltik a betonnal. A kötés megkezdése előtt eltávolítják a szakaszoló csöveket, amelyeket a következő táblák betonozásához ismét felhasználnak. A technológiai ciklus megismétlésével folyamatosan alakítják ki a vasbeton résfalat. A valóságban nehezen megfigyelhető munkarészek rajzos szemléltetése után az építés helyen végzett munkák bemutatásával nyerünk teljes képet a munkafolyamatról. Az elkészült és megszilárdult vasbeton résfal védelme mellett kerül sor a munkagödör elkészítésére és a korábbi kapcsolódó munkák befejezésére. A szálló északi, keleti és déli oldalát körülzáró réseket talajbetonnal töltötték ki, amely vízzáró függönyfalként működik, de nem szolgálja a munkagödör megtámasztását. A szálló magas épülete 52 réspillérre támaszkodik. A munkatér víztelenítése a Duna közelsége miatt a hagyományos talajvízszint süllyesztés betervezését nem tette lehetővé, ezért alkalmazták a pinceterek alapozási munkáinak időtartamára a vízzáró kiscelli agyagba bekötött 11 méter mély, folyamatos,
szivárgásgátló körülzárást. A vízzáró körülzárás után kerül sor a pincetér folyamatos kiképzésére. Vízzáró réskitöltő anyagot minden helyszínen talált talajból elő lehet állítani, ha a talajt megfelelő anyagok hozzáadásával kellősítik. Az építkezés megkezdése előtt az út- és vasútépítő vállalat a Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Intézetének laboratóriumát bízta meg a talajkeverék összeállításával. A talajmintákból készített próbatesteken a talajbeton vízzáró képességét szivárgás vizsgáló berendezéssel ellenőrzik. Egyebek között olyan résiszapot is készítettek, amely markolás közben a résiszap szerepét tölti be, majd a munka befejeztével tixotróp tulajdonsága következtében megdermed, és ebben az állapotban megakadályozza a talajvíz szivárgását. A laboratóriumi kísérletek eredménye alapján a Margit-szigeti építkezésnél vízzáró függönyfalként bentonit és cement keveréket alkalmaztak. A vízzáró függönyfal kitöltőanyaga a cement adagolás hatására vízzáróságán felül megfelelő szilárdságot is elér. A bemutatott korszerű réseléses technológia sikeres alkalmazása után az út- és vasútépítő vállalat a mélyalapozási munkák területén már újabb műszaki megoldások bevezetésére törekszik. Ezekről a tervekről szól Bobok György műszaki igazgatóhelyettes. Vállalatunk a műszaki fejlesztés keretében beszerzésre kerülő SC-150-es típusú kotróval 30 méter mélységig lesz képes rések előállítására, mely kihorgonyzással alkalmazva alkalmas a városi építkezéseknél mély munkagödrök és terek előállítására. A réselés tehát több célú, továbbfejleszthető műszaki megoldásokra ad lehetőséget.